Szabolcsváros önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket ma az Idősek Világnapján. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért fontosak számunkra ebben a gyorsan öregedő világban. Fontos a tapasztalatuk, fontos az önkéntes munkájuk, szükségünk van rájuk. Fonyolt város kitüntető figyelmet fordít nyugdíjas lakosaira, ezért az októberi hónapot évek óta az idősek hónapjának tekinti. A mai naptól kezdve minden héten kínálunk Önöknek szórakozást különféle témákban. Ahogy láthatták a programtervet a Fonyódi újságban, sétahajózást, kiállítás megnyitókat, kézműves foglalkozást szervezünk Önöknek egészen november 10-ig, Márton napjáig, amikor újra itt találkozunk majd a gimnázium aulájában, az idősek hónapjának záró rendezvényén, ahol szeretnék majd egy operett csokrot hátnyújtani Önöknek a Megalosz társulat előadásában, illetve várjuk Önöket majd a hagyományos Márton napi vacsorával. Ma az idősek hónapjának nyitó rendezvényét kezdjük meg itt, ahol a kulturális intézmények szervezésében ünnepi műsorral köszöntjük Önöket. Majd az ünnepi műsor után vacsorával várjuk az étteremben a Fonyód Konyha Kft. Jóvoltából fogyasztatnak el közösen egy finom vacsorát jó zene szó mellett. Bízunk benne, hogy örömmel jöttek, és vidáman, felüdülve fognak elköszönni tőlünk az est végén. Most pedig fogadják szeretettel Farkas Gábor alpolgármester urat, aki ugyancsak szeretné Önöket köszönteni. Szágúdva vágtak, rohan az idő. Sorra váltják egymást fel a hetek, minden nyár gyorsabb, mint az előző, az időnek nem mondhatsz ájmeget. Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm Fonyód Város Önkormányzata nevében kedves vendégeinket a mai ünnepségünkön. Zsoldos Imre idézetével kezdtem mai köszöntőmet. Az idősek napja az idősek emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek, türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak nevelnek bennünket. Már hagyományjá vált városunkban, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik meg érdemelt nyugdíjas éveiket. A mai napon néhány gondolatot szeretnék megosztani Önökkel a szeretetről. Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni, ölelést, csókot, tanácsot, mindegy mit, csak szívből szólja. A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem lehet. Oly kicsi a szív, hogy fér bele mégis ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg. Hanem, hogy adjunk meg minden szeretteinknek, hiszen ha mi adunk, kapunk is, és így lesz teljes a világ együtt szeretetben. Egy bölcs mondás szerint a világ összes anyaga között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje. Köszöntőmet Pál apostol korintusziakhoz írt levelébe vett gondolait elővel zárnám. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragja, nem rúgja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. E sorokkal kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet. Kívánok, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk, városuk szeretetét. Jó szórakozást kívánok a mai programhoz, és jó étvágyat a vacsorához. Az idősek hónapja programjai szó pedig szinte jó szórakozást, és várjuk Önöket sok szeretettel ezeken a rendezvényeken. Köszönöm szépen! Kezdődjék akkor a szórakozás. Nyitószámként táncokat fogunk látni, mégpedig egy olyan táncklub előadásában, akik 3 éve már Fonyódon is jelen vannak. Ugyan nem fonyódiak, de nagyon-nagyon sok fonyódi fiatal táncol az ő klubjuk égisze alatt, és nagyon-nagyon sok rendezvényünkön felléptek már. Ők az Eraklin táncklub, akiknek a múltja jóval régebbre nyúlik vissza, mint ahogy mi itt Fonyódon láthattuk. De Fonyódon is hatalmas rendezvényt szerveztek, hiszen most már 3 éve Fonyód Kupa néven táncversenyt szerveznek a sportcsarnokba, és mondhatom nyugodtan, hogy az ország minden részéről érkeznek ide táncosok, tehát ez egy igen-igen nagy volumenű rendezvény. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni, szeretnénk nekik megköszönni, különösen Lexikop Csabának, hiszen ezzel is öregíti Fonyód jó hírét. Most tehát ők lépnek hamarosan színpadra, de kik is ők? 1989-ben alakultak, néhány néptáncos fiatal érdeklődni kezdett a versenytánc iránt, ezért saját szórakoztatásukra klubot alakítottak, ahol a versenytánc alapjait kezdték tanulni. Az első fellépés akkora sikert aratott, hogy aztán a tagok nem is hagyták abba a próbákat, együtt maradtak. 1990-től már csak társas tánccal foglalkoztak. 92-ben a klub áttette székhelyét a Nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központba. Az elmúlt évek sikerei is bizonyítják a töretlen lelkesedést, és azt, hogy a kemény munka mindig meghozza gyümölcsét. Mérföldkövek az Egyesület életében 2003. áprilisa, amikor a klub elsőként Nagykanizsán ünnepelte meg a tánc világnapját egy egész estés műsor keretében. Aztán 2010-ben megrendezik az első táncverseny Eraklin Kupa címen, majd az első meghívásos verseny Kanizsa Kupa néven. Koreográfusok és művészeti vezetőjük, mint már mondtam, Lexikop Csaba. Most pedig latin és tender táncokat fogunk látni a színpadon, Csaba folyamatosan kommentálja majd az eseményeket. Köszönjük, hogy itt vannak, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és szórakozzunk jól az ott táncokon. It's a ticket, it's a ticket, it's a ticket, it's a ticket, it's a ticket.
egy gyönyörű beharagózó után elég nehéz lesz újra szót megszólalni, köszönjük szépen ezt a csodás megfelelást, mi vagyunk az Eröpint Táncolvegyesek, és hát stand-up és latin-amerikai táncokat táncolunk. Az első tánc egy csacsa volt, most pedig következik egy, szerintem mindannyiunk számára egy nagyon-nagyon kedves filmnek a zenéjére, egy gyönyörű hangból keringő, egy pillanat technikai közleményt egy kicsit kérhetnénk itt a monitorokra egy kis hangot, mert nem sokat ott köszönöm szépen. Tehát hangot keringő. Thank you.
Köszönjük szépen! Na hát akkor, hogyha már egy ilyen forró hangulat alkott, hogy lesz maga Just is az enyém, akkor engedjék meg, hadd vigyük tovább ezt a vonal. Egy szerelmes tánccal, ez a rumba, ami a latin-amerikai táncokat, a szerelem tánca, engedjék meg egy kis személyes dolgot, hogy ezt a táncot egyetlen feleségemmel fogom el táncolni önöknek. Thank you.
hát lassan érkezünk a műsorunk vége felé, de nyugodtan tapsoljanak, hiszen nekünk táncosok a taps a legnagyobb fizetség közvetlen a gázsi után, úgyhogy nem hát csak a rumba. Ismét kellemes perceket köszönhetünk az Eraklin Táncklubnak. Nagy szeretettel köszöntöm minden ismét őket, és remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. A következő műsorszám előtt engedjék meg, hogy részletesen ismertessem a következő hónap programját. Október 5-én, vagyis a jövő héten csütörtökön várjuk Önöket sétahajózásra a Balatonra, ahogy az elmúlt években is ezt tettük. 14 órakor indul a katamarán a kikötőből. Ne felejtsék, hogy erre a programra is regisztrálni szükséges, mégpedig a jövő héten keddig tehetik ezt meg, hasonló módon, ahogy a mai rendezvényre. Tehát a hajókirándulás jövő héten csütörtökön délután 2 órakor lesz.
Október 17-én Hétköznapi Örömök címmel kiállítás megnyitóra hívjuk Önöket, a járási szociális központ nappali ellátottjai színes kézműves termékekből állítanak ki nekünk. A kiállítás helyszíne és a megnyitó helyszíne, a Fonyódi Kulturális Központ, a kezdés időpontja pedig 15 óra. A kiállítás október 17-től 31-ig tekinthető meg nyitvatartási időben a Kulturális Központban. Tehát a kiállítás megnyitója 17-én kedden 15 órakor lesz. Október 30-án hétfőn ismét kézműves foglalkozásra invitáljuk Önöket, ami már egy kicsit interaktívabb lesz, hiszen részt is vehetnek ebben a két helyi kézművesekkel együtt. A helyszín a Fonyódi Kulturális Központ 14 óra, tehát október 30-án hétfőn 14 órakor a két helyi kézművesekkel találkozhatunk. November 6-án hétfőn már adventre készülünk, éppen ezért adventre készülve címmel egy kiállítás megnyitóra hívjuk Önöket, ugyancsak a járási szociális központ nappali ellátottjainak karácsonyi kézműves termékeit tekinthetik meg ezen a kiállítás megnyitón 15 órakor, tehát november 6-án, hétfőn 15 órakor a Kulturális Központban. A kiállítás november 6-ától november 24-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. És hát sajnos egyszer minden jónak vége lesz, így a rendezvény sorozatnak is vége lesz, mégpedig november 10-ére várjuk Önöket újra ide a gimnázium aulájába, a záró rendezvényre, amely a hagyományos libanapi vacsorával zárul. Nem 4 órakor, hanem 5 órakor, tehát 17 órakor kezdődik a rendezvény, ahol ugyancsak a most következő Megaroxot fogjuk várni, egy kiváló operett csoporral szolgálnak majd Önöknek, és természetesen a vacsora mellé zene is dukál, mégpedig a Retrokonok zenekarral. Szeretettel várunk mindenkit rendezvénysorozatunkra, és azért készítettük, azért dolgoztak a kulturális intézmény dolgozói, hogy örömet szerezzenek, és remélem ez így is lesz. Most pedig következzék tehát a Megarox. Nagy szeretettel köszöntöm őket, mégpedig örökzöld slágereket, mulatos dallamokat hallunk most tőlük. És elnézést kérek a Megaroxért, mert hogy ők nem a Megarox, hanem a Royal Dancings, ami egyébként nem áll nagyon távol egymástól, csak az elnevezést. Tehát szeretettel köszöntelek benneteket, és várunk ide a színpadra. Köszönöm szépen! És uraim, nagyon sok szeretettel köszönjük Önöket. Hát mondhatnám azt is, hogy a Dominál Szolival legyen a színpadon, akárhogy hívják őket. Akármilyen formációval olyanok vagyunk, mint a jó joghurt, mindig átnevezzük magunkat, és akkor annál jobban keletűek leszünk talán. A név az változhat, a sláger viszont ugyanaz. Én úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit nem érdemes változtatni. Ilyen például az operett, annál is inkább, mert elég kevés operettet írnak mostanában, és nem is biztos, hogy a mostani stílusban azt meg lehetne hallgatni. Úgyhogy csapjunk is bele, lesz egy kis operett, és lesz egy kis örökzöld, nyugodtan énekeljenek velünk, akármilyen szöveggel, mert mi is azt csináljuk majd, akármilyen szöveggel. Yeah.
keresztre imádkoztuk. És most jöjjön, az édesanyámnak ez volt a kedvenc dala tőlem. Hála jó Istennek volt lehetősége még annak idején hallani is tőlem, és eljátszhattam ebben a darabban annak idején a címszerepet is. Hát fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel ezt a dalt, és hallgassák olyan szeretettel, mint ahogy ezt megpróbálom
Mi kell a jó bűhoz? A jó társaság, meg egy kis bia. Igyunk egyet.
tesszük ezt meg, még szórakoztatjuk önöket tovább. Jöjjön egy olyan szám, kérem szépen, hogy olyan szerzőtől, akitől van még egy szám felcsendő baj, de talán ezt fordultan tőlünk még, vagy hát tőlem még nem hallották. Roppant tanulságos esküvőkön szoktam jól kelni. Talán kozám, s egy régi
abba, hogy, hogy Szenes Iván azért nagyon tudott, ugye? Olyan dalokat írt, hogy azt hiszem, hogy megállják a helyiket ezek a dalok még ma is. Cserháti Zsuzsa énekelt ezt a dalt. Hát ő is egy fantasztikus énekesnő volt, sajnos most már csak volt. Nagyon-nagyon a szívemhez szólnak a dalai. Elvarázsolt, nincs országa az egész.
aki nem, az nem. Kérem szépen, egy olyan dal következik, mondta Hufi Géz, ami visszatér, hát búcsúzóul vissza is tér hozzánk, és ez a dal nem más, mint amit az idősebb korosztálynak mindig is csak ajánlani tudok. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ismét, viszontlátásra mindenkinek!